folytatódik az egyenlítő utazással, egy másik világot ismerhetünk meg, Hegedűs Ivetnek a világát, az utazási világát. Szia, köszi, hogy eljöttél. Sziasztok, köszönöm a meghívást. Hogyan jött neked az utazás? Hát igazság szerint mindig is nagyon szerettem volna utazni, de nem annyira volt lehetőségem. És körülbelül 5 éve kezdtem utazgatni, azóta a párommal utazunk, és hát igyekszünk nem annyira hétköznapi úti célokra eljutni. Ez miből jön, hogy mert hogy más szerettek mások lenni, vagy miért? Részben, a másik pedig úgy gondoljuk, hogy kicsit idősebb korba ráérünk Európán belül utazgatni, meg a könnyebben elérhető úti célokat megnézni, addig pedig, amíg fiatalok vagyunk, szeretnénk inkább a kicsit egzotikusabb, távolabbi helyeket meglátogatni. Említetted, hogy nem volt lehetőséged régebben utazni. Ezt hogy képzeljem el, hogy ült egy kislány egy szobába, és egy nagy színes világokról álmodottak, hogy egyszer eljut oda? Igen, nagyon szerettem volna akkor is már utazni. Sokat néztem természetfilmeket, és mindig néztem, hogy mennyire jó lenne ezeken a helyeken ott lenni, de sajnos még akkoriban nem adatott meg. De egyébként mit képzeltél ilyenkor, hogy így ott élsz, vagy ott csak utazol, így megismerkedsz ott az emberek? Nem gondoltam így bele. Nem gondolkoztam ezen. Csak jó lett volna ott megnézni azokat élőben, hogy milyen lehet. És volt valami ilyen különleges, mondjuk egy specifikus hely, ahová nagyon vonzott? Tehát elindult ez valahonnan? A Jurassic Parknak a természete az nagyon érdekelt. Egyébként úgy tudom, hogy Hawaiian forgatták, szóval az is most is nagyon érdekel. Ott még sajnos nem jártam. Szóval Hawaii volt az, meg az a közeg. Jó. Szerinted mi kell az utazáshoz, mondjuk így személyiség szinten? Nyitottság. Ez mit jelent? Ezt sokszor halljuk, de ez mit jelent? Sokan azért nem utaznak, mert félnek kilépni a komfortzónájukból. Ezt is sokat halljuk, ez mit jelent? Hát, ha elmegyek dolgozni, hazamegyek, és ez kényelmes sokaknak. Én pedig szeretem azt, hogyha elutazunk, akkor egyrészt, hogy kilépek én is a komfortzónámból, mert a hétköznapok mókuskerekéből, és megismerhetek olyan kultúrákat, olyan embereket, akiket ha otthon ülök, akkor nem tehetném. Neked a komfortzónád az így hol végződik kb? Tehát mi az, ami még úgy beletart? Még nem tudom. Nem találtam meg. Aha. Sok minden érdekel. Talán a túl extrém dolgokig már nem megyek el. De ami úgy gondolom, hogy még belefér, azt közelé ki szoktuk próbálni. Most az is egy érdekes kérdés, hogy mi neked a túl extrém? Tehát, hogy mi az, ami már azt mondod, hogy ezt már mégse. Magam sem tudom. Így most a kérdésedre válaszolva. Talán nem ugrálnék le hidakról, az annyira nem vonz. De mondjuk az ejtőernyőzést már kipróbálnám. Szóval nem tudom, mi konkrétan meghúzni a vonalat. Te ugye sokat utazol, környezeted mit szól hozzá, főleg azért, mert hogy lány vagy? Mivel nem egyedül utazom, így azt hiszem egy kicsit jobban veszik. Az elején mindig kérdezték, hogy miért kell annyit utazni, miért mentek mindig, nem jó nektek itthon, Magyarország is olyan szép, nagyon szép Magyarország. De ebben nőttünk bele, ebben nőttünk fel, a kultúrát ismerjük, és én szeretnék mást is látni, nem csak ezt. Uh-huh. Meg úgy érdemes egyébként utazni, hogy mondjuk Magyarországot is ismered, és akkor utána abszolút egyetértek. Pénzkérdés az utazás? Részben. De sokkal inkább rugalmasság kérdése szerintem. Mit értesz az alatt? Hogyha sokan úgy utaznak, hogy vagy azért, mert kényelmesebb, vagy azért, mert csak így tehetik meg, kinéznek egy hetet a naptárban, és akkor akarnak utazni. Mi úgy utazunk, hogy amikor olcsó és lehetőségünk van rá, akkor megyünk. Tehát flexibilisek vagytok, de ehhez mondjuk kell olyan munkahely is esetleg. Egyértelmű. Ezt hogyan tudod megoldani így a hétköznapokban? Hál' Istennek rugalmasak a munkahelyemen. Hogyha időben jelzem, akkor nem szokott belőle probléma lenni. Uh-huh. Szóval tudni, hogy mit dolgozol, vagy nem érdekes? Irodai munkát semmi érdekes. Aha. És abszolút akceptálják ezt a fajta életviteledet? Két hétnél nagyon nem szoktunk tovább utazni, és próbálunk úgy, hogy benne legyenek a hosszú hétvégék, ezért így egy kicsit lehet vele játszani, és akkor nem szokott ebből probléma lenni. Te hogyan utazol? Milyen módon utazol? Hát hátizsákos turistának mondanám magamat. Igazából bárhova elmegyünk egy hátizsákkal. És mennyire tervezel előre, mennyire spontánok a dolgok? Amikor már megvan a repülőjegy, utána tervezünk, megnézünk minden lehetőséget, amit ki lehet használni egy adott országban. A látnivalókat, a programokat, ha esetleg valamilyen rendezvény van, akkor arra is elmegyünk, ha tudunk.
Úgyhogy elég alaposan körbe szoktuk járni. Ha valószínűleg egy időpontig nem fogunk oda visszamenni, ezért szeretnénk mindent, amit lehet megnézni. Úgyhogy nem is szoktunk sokat pihenni együtt. Mit érzel, amikor utazol egyébként? Meg tudod ezt fogalmazni? Én magam szabadnak érzem magam. Te is. Aha. Igen, nem, nincsenek kötöttségek, nem kell félni attól, hogy másnap munkába kell menni, aha, hogy valamilyen határidős munka lenne, vagy ezt érzem, szabadságot érzek. És egyébként azt szerinted igaz, amit mondanak, hogy maga az út a lényeg, nem a megérkezés? Nem tudom, én megérkezni is szeretek. Uh-huh. Én az itthonról elindulástól mindent szeretek egy utazásban. Uh-huh. Volt, hogy féltél? Helyeken? Uh-huh. Volt, de nem hosszú ideig. Ez lehet, hogy az európai létemből jön, túl biztonságos helyen élünk, és ilyenkor az ember elkezd kombinálni. Volt olyan Indonéziában, hogy már nem lehetett annyira kint sétálni este, és megkértük a helyet, ahol éppen voltunk, hogy biztosítsanak egy hazautat. És két robogós fiút küldtek, és kis utcákon vittek minket haza, és ott egy kicsit úgy éreztem, hogy lehet, hogy most nem biztos, hogy visszajutok a szállásomra, de nem volt semmi probléma teljesen. Melyik szigeten volt, meg miért nem Balin lehetett? Voltunk. És miért nem lehetett? Balinak van egy olyan része, ahol nagyon sok szórakozó hely van, uh-huh, és ott volt pár éve egy fegyveres merénylet, uh-huh, és azóta nem javasolják, hogy uh-huh, kint járkáljanak az emberek, azt hiszem 10 után, de ez nem biztos. Uh-huh. Mi volt az első utazásod? Emlékszel még, ami akár közel is? A legeslegelső az még nagyon kiskoromban volt, egy osztálykirándulás. Szlovákiába mentünk, uh-huh, de ami tényleg nagy utazás volt, az Japán volt. Uh-huh. Az volt az első. És mi az, ami először úgy megcsapott, amikor úgy érezted, hogy hú, ez de jó, és hogy ezt kéne tovább folytatni? Mivel elég eltérő kultúrájú ország Japán, ezért már az, ahogy fogadtak, nagyon kedvesek a japánok, mindenki előzékeny, nagyon nagy tisztelettel vannak az öregeik felé, és ez nagyon jó érzés volt. 9 napig voltunk, én nagyon jól éreztem magam, olyan pozitív energiával jöttem haza, hogy el sem tudom mondani. Füligért a szánk egész végig, szóval nagyon kedvesek, aranyosak. Aranyosak, de azért egy szürreális világ, valljuk be, Japán. Szürreális, de nekem tetszett. Nekem is, abszolút. Hol jártatok Japánban? Tokióban voltunk, Oszakában, leginkább ez a két város volt. Aha. Egyébként, aki nem járt még ott, hogyan tudnád leírni a Tokió meg Oszaka közötti érzett különbségeket? Milyen különbségek vannak? Tokió nagyon high-tech, aha, Oszaka nem annyira. Ott is vannak felhőkarcolók, de nem, tehát Tokió az kicsit ilyen mesevilág, egy bizonyos része. Vannak nagyon szép parkjaik. Az teljesen átlagos szerintem Japánban, de ez a high-tech rész, ez azt hiszem, hogy eltér teljesen, én nem nagyon tudom, hogy máshol lenne. Voltatok-e ebbe az Otaku negyedbe is, a métkafék világában, meg láttátok ezeket az extrém dolgokat? A játszós negyedben voltunk, ahol rengeteg játékterem van, és nem olyan, mint Európában. Hanem? Játékgépekkel játszanak, de mint a Mario. Aha. Vagy hát ilyen kis ugrálós játék, vagy kis autóversenyes. És az a furcsa benne, hogy a felnőtt férfiak öltönyben az irodai munka után bemennek ilyen játéktermekbe, és ott mulatják az időt. És nem tudom, hogy azért, mert nincs otthon, nem várja őket otthon senki, vagy azért, mert annyira szeretik ezt a fajta kikapcsolódást, vagy nekik ez a kikapcsolódás. Vagy azért, mert Japánban vagyunk, azért az vannak. Az is lehet, igen. Oszaka a Tokióhoz képest milyen? Nem annyira nyüzsis, uh-huh, csendesebb, de olyan különlegességet nem tudok mondani. Ott jó, egyébként a konyha az híres ott Japánban, az oszakai konyha, egyébként az Japánnak a konyhája. Fotózol is közben, illetve filmeztek is. Ez hogy jött? Van-e ezzel kapcsolatban valamilyen terved? Nagyon szeretek fényképezni. Régen is nagyon szerettem. Most már megvan a technikám is hozzá, hogy szép képeket készítsek. És igazából Instagramon osztom meg őket. A videó pedig az eredetileg azért készült, hogy magunknak az emlékek így jobb, ha visszanézed utána, sokkal jobban visszajönnek az érzések, mintha egy képet látsz, és eredetileg ezért kezdtük el a videókat készíteni.
Értem, de ezzel van esetleg valami cél, tehát hogy az Instagramon meg a videókon túl? Különösebben nincs. Jól érzem magam, amíg foglalkozok vele, és ennyi. Mit keresel egy helybe? Tehát amikor ott vagy egy helyen, akkor mondjuk így felkeresed a klasszikus látnivalókat, vagy egyszerűen leülsz mondjuk így egy ilyen térközepír, és elkezded érezni a helynek a szellemét? Ezt. Mivel nagyon sűrű mindig a program, leginkább mindent nézünk, igen, a helyeket, a látnivalókat, ami kicsit is érdekesnek mondott mások által, azt mi általában meg szoktuk nézni. Úgyhogy feelingezni annyira nincs idő. Nincs idő. 36 országban jártam, ugye jól tudom? Igen. Mi a legemlékezetesebb, ami mondjuk abszolút a szívügyed? Egyet nem tudok kiemelni, de vannak kedvencek. Dél-Afrikát nagyon szerettem, a Dél-Afrikai Köztársaságban voltunk idén tavasszal. Ne feledd, szóval akkor folytassuk Dél-Afrikával. Jó. Miért szereted Dél-Afrikát? Nagyon szeretem az állatokat és a természetet, és ott az teljesen, az egész ország arról szól. És nagyon jó érzés, amikor mész az úton. Úgy gondolod, hogy semmilyen állat nem jöhet szembe, de mégis. És meglátsz egy zsiráfot az út mellett legelészni. És úgy gondolod, hogy ez csak a nemzeti parkokban történhet meg, de mégse, és ilyen itthon nincs. Itthon őzikét láthatsz, vagy vaddisznót, de ott azért egy kicsit más. Ott hátizsákoztatok szintén? Hátizsákoztunk, béreltünk autót, és Johannesburgtól Cape Townig kocsival 3400 kilométer talán, nem akarok butaságot mondani, de talán 3400 kilométer volt, és utána visszarepültünk Johannesburgba, onnan pedig haza. Azért Dél-Afrikában is felvetődik a kérdés, hogy a biztonság az ott milyen volt így hátizsákkal? Johannesburgba én nem szívesen mentem volna be, úgyhogy azt kimaradt. Rosszokat hallottál? Sajnos igen. Uh-huh. Sajnos igen, elég veszélyes város, úgyhogy a reptérről egyből el is jöttünk onnan. A többi várossal nem volt probléma, szerettük volna megmászni a Drakensberget, de nem sikerült. Miért nem sikerült? Egy kis betegség miatt, uh-huh. De ott volt egy falu, ahol megszálltunk, ott nem voltak fehér emberek, uh-huh. Csak helyiek. Ott egy kicsit úgy éreztem, hogy itt nem biztos, hogy este szívesen kimernénik sétálni. Uh-huh. De ezen kívül semmi más nem volt. De hát ez csak a normális józan ész egyébként. Valószínűleg igen. Azt is mondják, hogy nyugodtan utazzon mindenki Dél-Afrikába, de okosan tegye. Mert nyilván, hogyha bemegyek egy sikátorba, ne csodálkozzak, hogyha kirabolnak. Persze, meg ékszerekkel, sötétben. Igen, ékszerek azt sem javasolták, hogy ékszereket viseljünk, úgyhogy én nem is vittem semmilyen ékszert. Amúgy sem nagyon szoktam, de gyűrűket sem vettem fel, úgyhogy próbáltunk okosan utazni. Ott azért el kell. Szóval Dél-Afrikában főleg az állatvilág varázsoltál? Azon igen. Túl miről szól még Dél-Afrika szerinted az állatokon túl? Épített környezet, az érdekes számodra? Nem annyira, ott nem érdekelt. De máshol igen? Szeretem a városokat, nagyon szeretem a felhőkarcolókat, úgyhogy a modern városokat azt bármikor és bármeddig képes vagyok járni, de ez az utazás ez nem erről szólt, abszolút. Hanem az állat. Csak az állatvilág, növényvilág, nagyon szép. Említetted, hogy Dél-Afrika az egyik kedvenced. Mi a másik kedvence? Ami talán nem annyira populáris, Üzbegisztánban voltunk, Kazasztán-Üzbegisztán egy út uh-huh. alatt. Uh-huh. Merre jártatok ott a klasszikus Selyemút városokban? Igen, igen, aha. Igen. Azokat jártuk végig. Nagyon-nagyon-nagyon szép. És ott az épített kultúra van. Nagyon-nagyon szép, tényleg nem mi történtek ott veled Üzbegisztánban? Mi az, ami miatt ilyen erősen megmaradt a... Maga a látvány, ami fogadott. Nagyon öreg épületek vannak, és viszonylag jó állapotban is. Uh-huh. Olyan, mintha egy régi ilyen dokumentumfilmbe csöppennél vissza, és tényleg szürreális, de tényleg nagyon jó volt. Ugye általában mennyire vegyültek a helyiekkel, és mondjuk az üzbégekkel mennyire vegyültetek? Szoktunk couchsurfingelni, uh-huh. Úgyhogy előfordul, hogy vegyülünk. Itt pont nem használtuk ki ezt a lehetőséget, de szerintem nem is nagyon volt, nem emlékszem rá, de nem volt szerintem nagyon rá lehetőség. Egyébként szoktunk vegyülni, itt most ez kimaradt, de nagyon kedvesek voltak, előzékenyek, és örülnek a turistának, mert kevesen vannak még. Még. Ez lehet, hogy változik, azért egyre több utazási üzenet láttak, és főleg most a vízumot is eltörölték. Eltörölték a vízumot, igen. Úgyhogy lehet. Mondjuk Kazahsztán, Üzbegisztánhoz képest milyen? A kazahok nem olyan kedvesek. Tényleg? Uh-huh. Aha. Kicsit ilyen mongol érzésem van tőlük, aha. Elég mogorvák. Segítséget kértünk, akkor sem szívesen segítettek. Úgyhogy
érdekes volt, de csak Asztanában voltunk. Uh-huh. És az egy ilyen nagy új város. Aztán... Igen, nagyon modern. Uh-huh. Igen, és azóta, ha jól emlékszem, már át is nevezték. Igen, Nur Sultan. Nur Sultan lett a neve, igen. Ott lehet mit csinálni például Nur Sultanban, Asztanában? Város nézni. Aha. Város nézni, van egy nagyon nagy pláza, ott lehet nézelődni, vásárolgatni. Van néhány olyan márka, ami itthon nincs, úgyhogy ha valaki esetleg affinitást érez rá, akkor bevásárolhat. Biztos, hogy nem fog szembe jönni az utcán. Mi az utolsó napunkat ott töltöttük, de csak azért, mert vártunk a repülőindulásra, úgyhogy arra jó volt. Hűvös volt bent, lehetett nézelődni. Visszatérve meg Üzbegisztánba, ugye volna Kiva, Buhara, Szamárkán, ezek a klasszikus pont ezeket, helyek. Igen. Melyik tetszett a legjobban? Kiva. Igen? Miért? Én azt mondom mindenkinek, hogyha elindul ezen az úton, ami ekte négy város, akkor Kivát hagyja a végére, mert ott minden ott van. A többi városban csak egy-egy épület, egy kisebb negyed, de ott egy óriási nagy negyed van, ahol be tudsz menni, és ott tudsz tölteni akár egy egész napot is, vagy még kettőt is talán. Minden ott összpontosul, szerintem ilyen óváros jellegű, és az a legszebb. Úgyhogy én azt javaslom mindenkinek, aki oda kész, hogy azt hagyja a végére. Mi azzal kezdtük, úgyhogy nekünk a többi város már úgy nem adta. A Szamárkán meg Buhara is ugye a képeken nagyon hasonlónak tűnik a valóságban. Tehát az egyik nem hasonlítanak egymásra? Hasonlítanak. Mindegyik hasonlít, kivéve kívül. Nekem. Aha. Nekem az én véleményem az. Igen, téged kérdezlek. Ami még érdekel, hogy Üzbegisztán mondjuk így mennyire olcsó, mennyire drága? Nagyon olcsó. Nagyon olcsó. Nagyon olcsó. Pont gondolom amiatt, mert még nem nagyon turistásodott el. Szerintem, hogyha berobban a turizmus, akkor biztos majd ők is rájönnek, hogy ebből nagyon jól meg lehet élni. Most még tényleg potom pénzért ételt, és nagyon finomakat főznek. Miket? Plovjuk van. Mm-hmm. Ez nagyon, a rizses hús. Rizses, marha, igen, répa van benne, meg csicsari borsó. És ez tényleg finom? Finom nagyon. Aha, igen. Aha. Mert ugye ez nem tűnik olyan extrának a képeken, én soha nem ettem, de biztosan nagyon finom. Finom, csak arra kell vigyázni, hogy ne túl zsírosat válasszon az ember, mert az megüli a hasát. Előfordul. Igen. Említetted, hogy kedvesek az üzbégek, hogy mégis mondj már el egy történetet, hogy ez miben nyilvánul meg az, hogy kedvesek az üzbégek? Kiva belvárosában voltunk, naplementés fotót szerettem volna készíteni, és vittem egy tripodot a telefonnak, letettem a földre, és próbáltam beállítani a képet, hogy jól sikerüljön. Pont ott volt egy hát nem fiú, egy ilyen fiatal férfi, és ott állt mögöttem, és furán nézett. És nem tudom, egy 10 percig ott állt, és látszott, hogy nagyon furdalja valami az oldalát, és megkérdezte tőlem a végén, hogy ne haragudj, mi az, amiben benne van a telefonod, mert hogy még nem látott ilyet. És nekem ez is szimpatikus volt, hogy elkezdtek egyből beszélgetni velünk, kedvesek voltak, nem egy turistaként kezeltek, hanem is régi ismerős, szóval nagyon... Ez igen, most tehát az általános volt, hogy mintha régi ismerősek volna. Oké, beszéltünk Dél-Afrikáról, Üzbegisztánról, említetted Indonéziát is. Balin voltatok. Na, hogy Bali az, ahol talán már egy kicsit úgy a turizmus talán megrontotta egy kicsit, legalábbis egy... Valószínűleg igen. Te mit éreztél, Bali? Mit láttál, Bali? Én azt éreztem, hogy kihasználják azt, hogy nagyon sok turistájuk van. Nagyon sok majom él arra, és a majmokkal lopkodtatják el a dolgokat az emberektől. Jó, ez komolyan? Tehát, hogy az emberek idomítják rá? Tényleg? Igen. Konkrétan volt egy eset, néztük a naplementét a tengerparton, és jött egy majom, sétálgatott. És egyszer csak ugrott egyet, egy hölgynek levette a fejéről a szemüvegét, és elszaladt vele. Ilyet láttam én is, de hogy ezek szerint az emberek? Igen. Komolyan? Igen, ő elviszi ahhoz az emberhez. Hát azt nem tudom, hogy betanítják, vagy maguktól jöttek rá erre, hogy ezért ők ételt kapnak, de visszaviszi a szemüveget, ő kap ételt, és az ember megkap érte pénzt, hogyha visszaadja a gazdájának a dolgokat. Hogy te látod azt a részét is, amikor az emberhez vitte oda? Én nem láttam, de kint élt egy magyar férfi, aki segített nekünk kint, és aha, ő mesélte, hogy erre aha, nagyon kell vigyázni, és rejtsünk el mindent, ne legyen nálunk semmi olyan, amit el tudnak venni, mert ez sajnos mindennapos. Azért a Bali is azért nem mondom, hogy egy nagy sziget, de azért még vannak úgymond ilyen romlatlanabb részei. Ti is jártatok arra egyébként? Voltunk búvárkodni. Uh-huh. Mantra rájákat szerettünk volna nézni, sikerült is. Viszont ott is látszik a turizmus, mert rengeteg szemét van a vízben. Konkrétan egy
30 centis sáv, vagy csak műanyag zacskók lebegnek a víz felszíne alatt. Szomorú, ilyen képeket egyre gyakrabban látunk sajnos. Úgyhogy próbáltunk, hát, mintha szélmalom arcot vívnál, de próbáltunk kiszedni belőle néhányat, amíg búvárkodtunk, és maga búvár vezető, aki velünk volt, ő is ugyanezt csinált, és mondta, hogy csináljuk mi is nyugodtan. Igazából semmi értelme, de próbáltunk, amennyit tudtunk mi hozzájárulni ahhoz, hogy egy kicsit jobb legyen ott a helyzet. És mi az, ami esetleg olyan, mert hogyha sokat utazik valaki, azért vannak olyan negatív nyomok is. Mi az, ami negatív nyomot hagyott benned esetleg, és nem szívesen menni? Én konkrét esetet nem tudok mondani, engem az zavar nagyon, hogyha szemét van. Aha. És hát az pedig elég sok van. Nagyon sok helyen van már szemét, igen. Albániában voltunk egyszer, és ott nem is mertem belemenni a vízbe, mert annyira koszos volt a tenger, hogy én azt mondtam, hogy ide biztos, hogy nem megyek be. Úgyhogy bokáig sikerült, és utána nagyon-nagyon koszos volt minden. Az utca, a víz, az emberek nem volt jó. Te egyébként mennyi ideje utazol úgy komolyabban? 5 éve. 5 éve. Az alatt szerinted változtál az utazások hatására? Nyitottabb lettem sokkal. Aha. Sokkal elfogadóbb vagyok az emberekkel szemben. Meg hogy kevésbé vagy görcsös mondjuk, vagy... Na, gondolom lehet, hogy nem is voltál az, de... Nem voltam görcsös, de biztos, hogy javított ezen is. Sokkal jobban el tudok fogadni másokat. Ha kultúrája vagy maga az ember más, akkor sokkal jobban el tudom fogadni azóta, amit utazunk, mert tudom, hogy nem muszáj mindenkinek egyformának lenni. És mindig a kettesben utazol? Nagyrészt ketten szoktunk, mert már elég nehéz összeboronálni egy nagyobb társaságot, de Afrikában például 4-en voltunk, Moszkvában 3-an, tehát amikor sikerül úgy utitársat találni, akkor megyünk többen. Uh-huh. Moszkvában is volt-e? Hogy tetszett Moszkva? Nagyon tetszett. Mi tetszett benne? A régi és az új találkozása. Aha. Hihetetlen nagyváros, nem nyomott agyon így, amikor először találkoztál vele? Mivel előtte már voltam Tokióban, rengeteg metróvonala van, el sem hittem, így már Moszkva annyira nem vágott mellén, de tényleg nagyon nagy. Igen, csak mondjuk Tokió az egy ilyen modern, de mégis olyan... Nagyon rendezett. Rendezett város. Moszkvában azért van egy ilyen nagy, van egy ilyen borongóság benne. Igen, sok a beton. Igen. És amiatt érzed Mogorvábnak az egész Mogorváb várost. Mogorváb, jó szó, igen. Egyébként én is szeretem Moszkvát. Egy rendkívül sokrétű város. Szerinted mondjuk Moszkvát ki lehet ismerni valamennyire? Szerintem nem. Nekem van egy barátnőm, aki ott élt, és szerintem ő sem tudta, pedig ő ott tanult. Kiismerni. Szerintem nem. Ha ott élsz évekig talán, de nem fogod felvenni magyarként az orosz mentalitást soha. Uh-huh. Neked vannak ilyen nagy vágyaid, ha mindenképpen el akarnál menni? Hawaii mindenképp. Az továbbra is? Az első Aha. helyen van jelenleg. Kínát is szívesen megnézném. Az a kérdés, hogy melyik Kínát, mert az is nagy, nagyon sokféle az. Van egy nagy és már előre berajzolt térképem, ami rajta vannak. Igen, igen, ott is egy pár ezer kilométert kocsival meg kellene tenni. Az egy hosszabb lélegzetvételű út lenne. Mik a sarokpontjai ennek az utazásnak, mondjuk a Kínának? Tehát, hogy mik ezek ez a pár? Hát ezt most így el nem mondom neked. Nem tudom. De egy jó nagy kör. Egy nagyon nagy kör. Az a baj, hogy ugye nagyon nagy ország, el van szorva rajta rengeteg dolog, és hát azt nem járod végig csak úgy egy busszal. Oda kell egy bérelt autó is, onnantól mehet a buli. Na, hát sok sikert az utazásaidhoz. Önöknek is nagyon köszönöm, hogy velünk tartottak. Tartsanak velünk legközelebb is.